Interjúval megyünk tovább itt a 88,6-on. Köszöntöm a stúdiumban Borbély Csabát, Hargita megye tanácsának elnökét, illetve Bíró Barna Botondot, Hargita megye tanácsának alelnökét. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot kívánok! Milyen apropó kapcsán érkeztek Székelykeresztúrra? Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tájékoztassuk a kedves Székelykeresztúri és környékbeli rádióhallgatókat, hisz keddi napként rendszeresen ugye a térségben egyeztetünk, legtöbbször alelnök úrral együtt, illetve hát átnézzük az ügyes-bajos dolgokat, eseményeken, programokon veszünk részt, és hát ilyen szempontból a helyi tapasztalat, a helyi meglátás, illetve azoknak a helyben szervezett eseményeknek a tudatában, ismeretében, az ott szerzett tapasztalatok mentén sokkal könnyebben lehet Csíkszeredában bármilyen papírt aláírni. Én az elmúlt 24 órában már másodszor vagyok Székelykeresztúron, hiszen tegnap este 6 órától volt egy gyűlésem a városi RMDSZ frakció tagjaival, és beszéltük azokat a fontos feladatokat, amik előttünk állnak, akár Keresztúrt érintve, akár pedig a magyarság szempontjából fontos kérdéseket, hiszen tudjuk azt, hogy április 3-án az anyaországban országgyűlési választások lesznek, és az Eurotrans Alapítvány és az RMDSZ közösen segít azoknak az embereknek, akik a regisztrációban igénylik ezt a segítséget. Segítünk abban is, hogy mindazok, akik a lakcímkártyájukon, magyarországi lakcímmel rendelkeznek, szükséges átkérjék a szavazatukat a csíkszeredai főkonzulátusra, hiszen ők nem kapnak levélszavazatot. Illetve segítünk, ami a legfontosabb abban, hogy mi azt mondjuk mindenkinek, hogy ne bízzák a román postára a levélszavazatoknak a feladását, hanem a lezárt borítékokat az RMDSZ-es kollégákkal közösen eljuttatjuk április 2-án a csíkszeredai főkonzulátusra, onnan pedig biztonságos az útja Magyarországra. Ezekről beszéltünk Klein Lászlóval és a csapat többi tagjaival, illetve azokról a feladatokról, amikben a megyei önkormányzat Székelykeresztúrt kellene segítse a következő időszakban, rövid egy évben, amennyi maradt 2022-ből. Mit kell tudni a 2022-es költségvetésről? Ez annyira rossz, hogy elnök urat hagyom, hogy kezdje. Tehát nagy kihívás előtt vagyunk, és az az igazság, hogy a rádió adás körzetében a települések jelentős részét nagy mértékben érinti a költségvetésünk. Egyrészt nagyon ambiciózus a költségvetésünk, mert nagyon sok olyan fejlesztés, beruházás van, amely itt Keresztúr, Sóvidék térségében kell befejezésre kerüljön, vagy folytatásra, vagy akár elindításra, mint például a megyei tanács által megpályázott Székelykeresztúri inkubátorház, amit még ezelőtt 4 évvel kezdtünk el. A projektet tudom, itt most egy kicsit alelnök úrtól elvettem a szót, de itt megállok, majd tovább ő el fogja mondani. A másik pedig az utak, tehát szeretnénk összekötni Maros, Brassó és Kovászna megyével még több útszakaszon keresztül Hargita megyét, pont azért, hogy a gazdasági tevékenység, a családoknak a kapcsolattartása, kulturális élet, gazdasági élet, azt tudjon haladni, a vendéglátás. Nagyon szép tájak vannak itt errefelé, és azt gondoljuk, hogy ez mind-mind tud húzni. Tehát húzni a vendéglátást, és persze járható utakat kell építeni, és hogyha esetleg az utakkal valami gondok történnek, mint ugye, ahogy van egyelőre a Tarcsafalva, Tordátfalva úton, hát azokat dolgozunk, hogy legyen megoldva, hisz ebben a térségben itt minden kedves rádióhallgató jól tudja, hogy a domboldalak főleg nagyobb esőzéskor csúsznak, gondok vannak. De nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy itt a gyárfás kúria tekintetében tudjuk ezt egy kulturális központként, hogy tovább tudja működtetni a térség, és mi egy új épületet építsünk Európai Uniós pénzből, illetve több olyan egyéb beruházásunk van, ami az egészségügyi ellátást érinti, és olyan fejlesztések, amelyek a turisztikai beruházásokat érinti, tehát összességében egy olyan költségvetésünk van, ahol nem álmodozásról szólnak a dolgok, hanem megkötött munkálati szerződéseknek az ellenértékét tartalmazza, és nem kell majd azzal találkoznunk, mint ahogy sajnos nagyon sok településünk esetében láthatjuk, hogy évvégén megmarad a sok pénz. Meg lehet nézni, melyik a toplista hátulról visszafelé Hargita megyébe a települések tekintetében.
hol mennyi pénz maradt meg, amit nem tudtak elkölteni, mert az emberek az adót egy adott évben azért fizetik, hogy abban az évben abból a pénzből legyen megvalósítás, legyen teljesítmény, legyen minőségi változás az élet különböző területén. Nekünk most nincs az a problémánk, hogy lenne, és nagyon sok megkötött szerződés mellett igyekszünk majd odafigyelni arra is, hogy a kulturális, a szervezeti, az egyházi, itt nagyon sok térségbeli egyháznak a tevékenységét, fejlesztéseit tudtuk támogatni, együttműködések vannak a településekkel. Tehát ilyen szempontból a megyei tanács 532 millió lejes költségvetéséből nagyon nagy a szelet az, amelyik itt a rádió adás közvetében kerül hasznosításra, és én abban bízok, hogy ezt a lakosság is érzékeli, illetve visszaköszönnek azok a vállalások, amit együtt az udvarhelyszéki RMDSZ-es csapattal, illetve a helyi RMDSZ-es polgármester jelöltekkel vállaltunk 2020-ban. Alelnök úr. Azért mondtam, hogy kezdje elnök úr, mert annyira rossz a helyzet, hiszen mikor raktuk össze a költségvetést, akkor az új álmokra, ahogy mondta elnök úr, nagyon nem tudtunk sok pénzt oda tenni, mert a folyamatban lévő beruházások azok lekötötték a költségvetésnek a nagy százalékát. Habár lennének még olyan új álmok, vagy régi álmok, amelyek olyan helyzetbe kerültek, hogy lehetne munkálatokat indítani, viszont felelőtlenség lenne olyan munkálatot indítani, sőt törvényesen is akadályokba ütköznénk, amire nincs meg a fedezetünk. Mi reménykedünk abban, hogy az Angel Salini programból, ami a Fejlesztési Minisztérium által javasolt és a kormány által támogatott helyi fejlesztéseket támogató program, be fog kerülni több Hargita megyei kérés is. Körülbelül 850 millió lejér értékben tettünk le összesen útépítési munkálatokat, amire igényelnénk a finanszírozást, és többek között a Székelykeresztúr-Székelyudvarhelyel összekötő útszakaszra is, 137-7-es megyei útszakaszra is a teljes tervdokumentációt igénylés letettük, ami önmagában 150 millió lej értékbe kerül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ahol lehetséges bicikliutakkal is felvértezve, illetve azokon a szakaszokon, ahol szükséges leállósávot létrehozni, ott ezek is benne vannak. Egyelőre úgy néz ki, hogy az a biztos keret, amit minden megye megkap, az egy 140 milliós keret, de mi bízunk abban, hogy az RMDSZ-nek a kormányzati szerepvállalásának köszönhetően is, illetve annak, hogy ezt a programot megelőző Penedélé nevű programban Hargita megye nagyon kevés munkálattal tudott részt venni, most egyfajta kompenzáció segítségével is több munkálatunk be tud kerülni. Amit fontosnak tartok, és elnök úr elkezdte, azért mosolyodtam, mert az adás előtt kérdeztük, hogy miről beszélünk, mondtam, hogy két szó után az inkubátorházról fogok beszélni, bármi is a kérdés, és hát elnök úr régebb politizál, mint én, úgyhogy ügyesebb ebbe a témába. Az inkubátorházat azért tartom fontosnak, fontos beruházásnak itt Székelykeresztúr, mert azokat a fiatal vállalkozókat és vállalkozni vágyó fiatalokat tudja megsegíteni és elindítani a vállalkozás pályáján, akik jelen pillanatban talán a legnagyobb problémájuk az, hogy a piaci környezetből kiemelve egyfajta burokba, ugye azért inkubátorház segítve legyenek, és egy-két évet, ameddig talpra állnak, addig és elindulnak, egy kicsit megerősödnek, addig ez az inkubátorház segítséget tudjon nyújtani számukra. Ez egy Európai Uniós pályázat ból készül, valósul meg, finanszírozódik, és ahogy elnök úr is mondta, ezt korábban már elindítottuk, volt 4 év, akkor volt egy probléma, a telekre volt beegyezve egy olyan helyzet, ami meggátolta azt, hogy nyertes legyen a pályázat, végül aztán a telekkönyvi hivatalnál rendezte a város ezt a kis hiányosságot, hibát, és mi letettük a megyei önkormányzat a pályázatot, a város is partner volt ebbe természetesen, és meg is nyertük a tavalyi év decemberében, jött a jó hír, és idén mi már reméljük, hogy tudjuk kezdeni a munkálatokat, az előkészületeket. Nyilván azt kell tudni, hogy a Székelyudvarhelyi Inkubátorház is egy, azt hiszem, 4 éves folyamat volt, 4 vagy 5 éves folyamat az indulástól addig, ameddig el lehet kezdeni azt, hogy tényleg
beköltözzenek a fiatal vállalkozók. Ezek kreatív iparágokat kiszolgáló vállalkozó inkubátorház lesz, tehát a termelést fogja segíteni, ami számomra nagyon-nagyon fontos, mert itt Székelykeresztúron és Keresztúr térségében sok olyan kisebb manufaktúra, vagy vállalkozó szellemű fiatal, vagy család él, akik a kreatív iparban igen szép sikereket értek el már a múltban. Segítette azt is, hogy megnyerjük ezt a pályázatot, hogy a Székelyudvarhelyi Inkubátorház már egy pozitív példa országos szinten is, hogy a Székelyudvarhelyi Inkubátorháznak a menedzsmentje az egy plusz pontot jelentett, hogy itt már van tapasztalata arra, hogy hogyan kell egy ilyen vállalkozókat segítő intézményt vezetni, hogyan kell egy ilyen vállalkozói inkubátorházat úgy működtetni, hogy az ténylegesen a célját elérje és az induló vállalkozásokat, a fiatalokat segítse. Én úgy értesültem, hogy a 2022-es év a beruházások éve lesz. Attól függ. Mitől? Az is, ifjúság éve is, gasztronómia éve is, nagyon sok... És erről bővebben. Hát a beruházásokról, elnök úr. Jó, tehát a beruházásokról itt, ami nagy ütemben zajlik, és tényleg itt én ezt tanultam meg Keresztúra, 2008 óta járok nagyon sokat. Itt van egy kicsi szőlősem is, köszönhetően a keresztúri barátaimnak, és tényleg nagyon jól érzem itt magam ott ebben a közösségben. Hogy itt ebben a térségben az utaknak a megépítése egyik legfontosabb, és a siklódi emberek ugye itt ebben a városban hát nagyon hathatósan jelen vannak, és nagyon sok siklódi embernek fontos, aki itt él akár a városban is, hogy elkészüljön a Küsmőd, Siklód, Maros megye, Sóvárad irányában az útszakasz. A jó hírem az, hogy tettünk rá pénzt már éveleitől, tehát itt ezt beszéltük meg a alelnök úrral is, hogy ha kell, akár hitelből is, de nem állunk meg, mert itt az előbb pont ezt felejtettem elmondani, hogy annak a városnak vagy községnek, akinek nagyon sok pénze megmaradt, annak ma már a pénze felét ér. Tehát csak mondjak egyszerű példát, tehát a megyei utat építeni, 1 kilométer út korábban került nagyjából 2,2 millió lejben. Ma, 2022. februárjában, amikor készítjük az új utakra a közbeszerzéseket, akkor 5,5 millió lej. Tehát pontosan felítéri. Tehát az, akit nem kötött el a tavaly a pénzét, annak most nagyon sokba kerül majd, bármit szeretne csinálni. Itt mondjuk nem szeretném elmondani a lista végén, kik vannak, de elmondanám a lista elejét, és a lista elején a megyében az első, a kisgalamfalvi polgármester úr, Gyerko Levente, 9000 lejjel zárta az évet, tehát megverte a megyei tanácsot is, nekünk 136 ezer lejes többletünk van az év végén, de ez pont azt is jelenti, hogy tudjuk vinni tovább az utakot. Úgyhogy van ez az útszakasz, amit nagyon érinti a kedves rádióhallgatókat. Ugyancsak érinti a kedves rádióhallgatókat, építjük az utat, összekötjük én lakát Pálfalvával, Székely Pálfalva, Farkaslaka irányában, és az nagyon fontos. Hát itt van Kedei Mózes barátom, vállalkozó, egyik RMDS bálon volt, amikor alelnök úrral együtt minket felkértek a székely keresztúriak, hogy készüljön el Vécke Zsákod irányában az újlaki út. Hát meg lehet nézni, el van készülve, ami a Hargita megyei rész, még van néhány kisebb dolog, azokat kell helyre tegyük. Ugyancsak itt köszönöm Kolumbán Dávid megyei tanácsos kollégának, mert itt a keresztúrról megyünk ki, Szent Ábrán felé van egy süllyedés, tehát ezzel is fogunk most az idén foglalkozni, fogjuk elemeztetni. A Budai Nagy Antal utcának a vége van benne van a tavaknál, keressük a megoldást, hogyha sikerül akár Peres úton a gázszolgáltatókat rávenni, hogy felesbe fizessük meg a védelmet, akkor a tavaknál Kissolymos irányában be tudjuk fejezni az utat. Ugyancsak az Ángelszalindiban, mint mondta alelnök úr, be van téve az Etét Atya útszakasz, ami megint csak érinti a térséget, és hát nagy őzerővel most már neki fognak pár napon belül a Kányád, Derzs, Városfalva, Brassó, illetve Kovászna megye határa felé az útépítésnek az Európai Uniós pénzből, tehát az is fog haladni, és itt még járdákról beszélgetünk a térségből, ami együttműködésben tud elkészülni, úgyhogy a rádió adás körzetében nagyon sok munkálatról tudunk, tehát volt döntés, és ezekre mind számíthatnak az idén, komolyan tudnak haladni előre. Igen, hát óriási segítséget jelent azért mindkettőnknek az, hogy van két
két komoly emberünk a megyei önkormányzatban, aki itt Székelykeresztül és itt Székelykeresztül környékén él és dolgozik. Kolumbán Dávid kollégánkat elnök úr már említette, de hát Rácz István is a székelykeresztúri ügyeket mindig akár az RMDS frakción, akár testületi üléseken vagy szakbizottságokon fenntartja, hiszen ugye elnök úr is azzal kezdte, hogy mi nem vagyunk minden nap Székelykeresztúron, ha bár nekem ez most ez az utóbbi 24 óra ez ilyen szerencsésen sikerült, és fontos az, hogy megkapjuk a megfelelő információkat a problémákról és a bajokról, a lehetőségekről, és tudjuk ezt megfelelően előkészíteni a megyei önkormányzat testületébe, a szakaparátusába. Amiről még, hogy milyen évek lesznek, gasztronómia éve is a 2022-ös év, és ezt a Visit Hargita csapatával döntöttünk úgy, hogy a gasztronómia évének dedikáljuk ezt az évet, aminek az a lényege, hogy a gasztrokulináris élményekre, lehetőségekre, kincsekre, értékekre fűzzük fel az idei évben a megye turizmusának a népszerűsítését. Azért gasztronómia, mert egyrészt az ide látogatók, a megkérdezettek nagyon nagy százaléka azt válaszolta, hogy leginkább az itteni kulturális antropológiai környezetre kíváncsi, aminek része a gasztronómia. Másrészt, amit mondtam, hogy hatékonyabban és hatásosabban tudjuk áttörni azt az információs falat, ami a közösségi médiában fel van húzva az emberek előtt, tehát hogy át tudjuk törni. És harmadrészt pedig azért, mert azt láttuk, hogy az elmúlt két év járványhelyzete az éttermeseknek, a vendéglátó egységeseket érintette a leginkább rosszul, negatívan, hiszen nagyon sokáig nyitva sem lehettek, majd különböző százalékos kapacitáson tudtak, vagy szabadott csak, nem hogy tudtak, szabadott csak működni. És érezzék ők is, hogy a turizmusnak egy nagyon komoly alapját képezik, és egy olyan értéket teremtenek, ami büszkeség megmutatni, és ami a leginkább érdekli az ide látogatókat, hiszen a gasztronómia, a helyi tradicionális ízek és értékek éppen azok az értékek, amelyek megkülönböztetnek minket más régióktól, más népektől, és a turisták mindig ezekre a különbségekre, ezekre az egyediségekre a leginkább fogékonyak és leginkább kíváncsiak. Éppen ma Csíkszeredában zárult az első komoly programunk, hiszen kerestük Hargita megye csokiját, és Hargita megye csokijának a díjazása, illetve az oklevelek átadása, a minősítési levelek átadása zajlott ma a Csíkszeredában, a Fenyő szállodában, két kategóriában, táblacsoki és bombon kategóriában. Nagyon érdekes és kreatív, izgalmas ízvilágokkal és formatervekkel találkoztunk. 5 manufaktúra, több mint 29 terméket küldött be, és az elmúlt héten a zsűri hát ezt végigkóstolta és elemezte, értelmezte és nyilván pontozta. És rögtön meg is hirdettük, keressük Hargita megye süteményét. Ugyancsak egy olyan sütemény vagy olyan süteményeket, olyan alkotásokat várunk, amik magukon hordozzák, vagy magukban hordozzák Hargita megye jellegzetességeit, vagy jellegzetes ízvilágát, ami bennünket képvisel, és amivel mi meg tudjuk mutatni azt, hogy igen, ezek vagyunk mi. Hát ez nagyon érdekes, szerintem. Esetleg még valamit, amit meg szeretnének osztani a hallgatókkal. Közben érkezett egy SMS is, azt felolvasom. Jó napot kívánok! A Nagymedesér fele vezető út szemünk előtt megy tönkre. Kitől várhatjuk, hogy javítani fogja, ameddig van, amit? Köszönöm a választ! Igen, tehát ezen az úton láthatták a kedves rádióhallgatók, hogy nagyon komoly munkálatokat végeztünk fennebb, tehát több helyen, ahol a szénégetők vannak, stb. Tehát mozog a talaj, olyanok a körülmények, hogy ma bármit tehetünk, lehet egy pár év múlva egy esősebb ősz vagy tavasz után elmozdul a hely. Meg fogjuk vizsgálni azt is, ugye, ahogy most ugye bevettük az első körben itt a Székelykeresztúr kijáratánál az útnak a süllyedését, hogy nézzük meg, azt is meg fogjuk vizsgálni, nem tudok ígérni sem határidőt, sem, hogy konkrétan mit fogunk tenni, hisz azért ne feledjük el, megyei utakról beszélgettünk, és itt a normatívok azok megadják a lehetőséget, de mindenféleképpen figyelembe vesszük, és az a kérésem a kedves rádióhallgatók felé, illetve minden kedves, hát itt a térségben élő ember felé, hogy nyugodtan jelezzék nekünk, mert minden
minden jelzést nagyon szívesen fogadunk, egyeztessünk, beszélgessünk, tehát nagyon könnyen el lehet minket érni, és ha sokszor akár fotót is küldenek, vagy netalán, ha valaki jobban ismeri azt a helyet, ahol Nagymedesernél süllyed, vagy szakad le az út, ha meg tudná nézni, hogy ott van-e valamilyen forrás a környéken, vagy milyen okozat lehet, az még inkább segítség. Még amit el akartam mondani, az az, hogy én nagyon büszke vagyok arra, és nagyon örvendünk, gondolom alelnök úrral együtt annak, hogy az egyházak közösségépítő szerepe itt ebben a térségben mennyire erős, és milyen sok olyan jó tevékenység van, milyen sok olyan fontos esemény van, program van, amit szerveznek. Mi ebben az erőfeszítésekben, főleg, hogy a kisebb, ha a legtöbb egyházközség az inkább a kisebb kategóriába tartozik, hogy ezeknek a fejlesztéseiben, ezeknek a munkálataiban részt fogunk venni ebben az évben is, úgyhogy arra hívnám fel a kebli tanácsosokat, a presbitereket, az egyházgondokokat, hogy rövidesen írjuk ki a pályázatunkat, az egyházi kiírásra és üljenek. A többi kiírásról esetleg akkor alelnök úr. Igen, akkor folytatom az ifjúság évével is. Az Európai Unió dedikálta a 2022-es évet az ifjúság évének, és ez a tevékenysége, ez egy olyan tevékenység, amit Harkita megyében is úgy tartjuk, hogy érdemes követni, hiszen minden nem árt magunkat sem arra emlékeztetni, hogy minden döntésünk a fiatalokról szól, hiszen vagy direkt, vagy indirekt módon a jövőről szólnak a döntéseink, és hogyha ezt tudjuk, akkor olyan döntéseket hozunk, hogy a következő nemzedékeknek az életét megkönnyítsük, és semmiképp se nehezítsük. A 18-án, tehát pénteken, amikor elfogadtuk a megyei tanácsnak a költségvetését, akkor megszavaztuk azokat a határozatokat is, amelyekkel elindítjuk az idei évben a civil szervezetek, önkéntes tűzoltó, egyesületek, kulturális egyesületek, sportegyesületek, ifjúsági szervezeteknek szóló pályázati kiírásainkat. Ugye 7 kategória van, 8. az a román kulturális kiírásunk, és ezekben tehát most zajlanak azok a procedúrák, ami alapján a hivatalos közlönyben meghirdetjük ezeket a programokat, ahogy meghirdettük, onnantól tudjuk számolni a 30 napos leadási határidőt, és akkor fogunk ezzel jelentkezni, pontosan mikor lesz a leadási határidő. A leadási határidőket idén is 2 napos eltolással fogjuk meghatározni, éppen azért, mert második évben már online formában történnek a pályázatoknak a feltöltése végül is, nem a benyújtása. Azt tapasztaltuk a tavaly évben, tavaly volt az első ilyen évünk, hogy ez egy valós könnyítést jelent a pályázó civil szervezetek számára. Amit fontos elmondjak a kiírásokról, az az, hogy nagyon nem változtattunk. Volt, ahol növeltünk a keretösszegen, ilyen az ifjúsági pályázati kiírás, éppen azért, hogy az ifjúsági évét nyomatékosítsuk egy anyagi forrás növeléssel is. Ott 500 lej a teljes keret. Növeltünk továbbá még a népviseletes kiírásunk keretösszegében is, mert a tavalyi évben azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok egyesület, civil szervezet pályázott arra, hogy népviseleteket, ruhákat, cipőket, karaktercipőket készítsenek, és hogy erre van egy igény. Ami szép, mert bármilyen ünnepség van, ezek a civil szervezetek, ti tagok szépen felöltözve népviseletbe egy teljesen más képet és más hangulatot tudnak kölcsönözni az ünnepségnek. Illetve megdupláztuk a turisztikai pályázati keretösszeget, most 200 lej a keretösszeg, és a támogatott tevékenységek esetében bevezettük a helyi gasztropontok vagy lakáséttermek népszerűsítését, illetve a szakácskönyveknek a kiadását és minden olyan fórum, konferencia, illetve kiadványnak az elkészítését, ami a gasztronómia, a tradicionális gasztronómiához köthető. Az ifjúsági szervezeti kiírásunk esetében bekerültek a támogatott tevékenységek listájába az ifjúsági házaknak a működésének a támogatása, illetve az ifjúsági házakban történő munkásságok, programoknak a támogatása is. Ezek mellett a
megyei gyermekvédelmi rendszerünknek is van 5 olyan pályázati kiírása, ami főleg más civil szervezetekkel való partnerségben, alapítványokkal való partnerségben kerül megszervezésre. Ugye itt beszéltünk az otthongondozói szolgálatról, hogy egyről beszéljek, és ezeket is elfogadtuk a pénteki tanácsülésen. Köszönöm. Miről tennének még említést? Hát nagyon-nagyon szívesen felajánljuk akár a Vox FM rádió szerkesztőségének, illetve minden kedves rádió hallgatónak, hogy keddenként itt vagyunk a térségben. És akkor bárhol, bármilyen programot, eseményt, megbeszélést, konzultációt, helyszíni szemlét, vagy akár például ma is van nekem itt egy panaszosom, akinek most nem mondom meg melyik utcában, kéri, hogy látogassuk meg, mert nem tud jutni egyről a kettőre. Tehát az ajánlom az info@hargitamegye.ro e-mail címet. Itt van a szövetkezeti épület második emeletén a megyei tanácsnak a területi irodája, ott is lehet jelezni, illetve az én telefonszámom is a közösségi oldalamon, a saját oldalamon elérhető 0744-399-282, és tényleg nagyon szívesen jövünk, beszélgetünk. Ma már ebben az részleges online világban tudunk tartani online megbeszéléseket is, és ajánljuk, tehát, hogy akár az iskolákban, a civil szervezetek keretében, a vállalkozóknál, tehát bárkinek bármilyen gondja, problémája van, akkor nagyon szívesen a megyei tanács teljes eszközrendszerével ott leszünk a problémák mellett. Máskönben a kistérség, a Keresztúr kistérségen keresztül megint csak ott tudunk lenni a különböző projektek, tevékenység mentén, és tényleg nekünk az a legfontosabb dolog, hogy javasolják, mondják. Tehát amit mi látunk, jövünk mi is. Tehát, de sokkal többet el tudunk érni, hogyha közösen megnézzük a jó példákat, azokat bemutatjuk, tanulunk egymástól. Tehát itt sok-sok jó dolog történik ebben a nyugati felében a megyénknek, és ezért is mondtam, hogy magánemberként is, de megyevezetőként is mindig jól érezem itt magamot Keresztúron, és meg szeretném köszönni mindenkinek a nagyon szíves vendéglátást, illetve a sok-sok őszinte és baráti beszélgetést. Én is köszönöm, hogy eljöttek, és persze további sikereket kívánok, szép napot és jó utat hazafele. Köszönjük szépen. Köszönjük.